A Budaörs elleni 2-1-es vereségünket követően elváltak Albert Flórián és a Soroksáreszi útjai egymástól. Egy győzelem, 3 döntetlen és 5 vereséget követően talán ez nem is nagy meglepetés. Mindenki többet várt volna a csapattól. Mindenekelőtt nagy csalódás ez számunkra, mint a szereplésünk, mint az, hogy mégis edzőt kellett váltani. Az elnökség összeült, értékeltük az elmúlt időszakot, és ott hoztuk meg végül is a döntést, hogy az edzőváltás mellett döntsünk. Nagyon sok mindent figyelembe vettünk, és jelen pillanatban úgy ítéltük meg, hogy ez lesz a jó döntés. Nyilván ezt majd az idő fogja eldönteni, hogy ez mennyire fog jó hatással lenni esetleg a csapatra. Nem maradt sokáig edző nélkül csapatunk. Pénteken hivatalossá vált, hogy Lucsánszky Tamás fogja újra irányítani a csapatot. Tamást én nagyon régóta ismerem, ugye voltam játékosa is, edző kollégája is voltam, és ugye itt főnöke is voltam egy rövid időszakot itt Soroksáron. Az egy teljesen más időszaka volt a klubnak, akkor mindenki alakuló félbe volt, tapogatóztunk, ismerkedtünk ugye a körülményekkel. Sajnos ott is egy kicsit lassabban indult ott az eredményesség, de én azt gondolom, hogy az ő útján indultunk, az ő által a kijelölt úton indultunk akkor el, ami későbbi eredményekben szerintem azért megmutatkozott, hogy az nem volt rossz. Újfent dolgozunk, ugyanezzel a vezetéssel dolgoztam akkor is, én úgy gondolom, hogy akkor ahhoz a játékos kerethez, amikor együtt dolgoztunk, talán kicsit túlzó volt a célkitűzés. Ezt az életben is bizonyította, de nem szeretném tagadni, hogy az nem volt egy sikeres széria ugye az edzői életemben. Ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy nagy örömmel vállaltam el a munkát, és ugye nyilván ez megkettőzi azt a fajta, hogy mondjam, becsvágyat, ami van bennem, hogy ugye most sikerüljön, hasonlóan nehéz feladat van egyébként. Azt tudni kell róla, hogy nem nagyon kedveli azokat a szituációkat, amikor nem ők építi fel a csapatot, és nem ő készíti fel a csapatot. Jelen pillanatban azt lehet mondani, hogy ő igazából segíteni jött itt nekünk ebbe a szituációba. Nyilván nagyon bízok benne, hogy a csapat fogékony lesz az ő módszere, az ő habitusára. A legfontosabbnak az tartom, hogy meg kell tanulni nyerni, tehát a csapat az utolsó egy néhány mérkőzésén nagyon kevésszer nyert, tehát gondolok itt a tavaszi szezonra, az biztos, hogy ezen változtatni kell. Én remélem, hogy ebbe sikeresek tudunk lenni, és akkor elindulhat ez a dolog. Problémát nem mondanak az első hét tapasztalata alapján, azt gondolom, hogy szorgalmasan jól dolgoznak a srácok. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb ebben az időszakban, és aztán meglátjuk. Mindenkinek el kell gondolkodni egyébként, szóval nem lehet azt mondani, hogy az elmúlt időszak csak mondjuk az előző vezetőedzőnek a hibája lett, a játékosoknak is mindenkinek le kell vonni ebből a saját részére első felelősséget. Ebből, ha tanulunk, akkor ki tudunk jönni ebből a hullámvölgyből, ha nem, akkor de erre inkább gondolni sem merek. Én azt mondanám, hogy ez a rossz széria van, mondom, ezt el kell felejteni, tehát ez a legfontosabb. És hát azért elkezdtünk egy olyan munkát csinálni, ami nyilvánvalóan természetesen nyilván más, hiszen minden ember másképpen, nem mondom azt, hogy jobb vagy rosszabb, természetesen az eredményben szeretnénk egyértelműen jobbak lenni, de én úgy érzem, hogy az fontos, hogy mindenki a saját arcára formálja a csapatot, hát persze természetesen ez idő kell. Az élet nem áll meg, újabb erőpróba vár a csapat, hiszen szerdán délután a Magyar Kupa harmadik fordulójában az élvonalbeli Budapest Honvéd együttesét fogadjuk, ami kiváló erőfelmérő lesz a vasárnapi Mezőkövesd elleni párharcnak. Miután 7 mérkőzésről van szó, elsősorban az eredményesség lesz a fontos. Ennek dacára azt mondom, hogy azért én azt szeretném, hogyha meg tudnék nézni egy-két olyan dolgot, amire a jövőben számítok. Tehát ez biztos, hogy így lesz. Természetesen ennek ellenére azzal együtt, hogy nem vagyunk ennek a két mérkőzésnek, és elsősorban a Honvéd mérkőzésnek az esélyesei, szeretnénk azért megpróbálni, hogy sikerüljön tovább jutni. Reméljük, újra rátalál a csapat a győztes útra. Hajrá, Sori!